Mi magyarok? Áramló érzelmek. Csíkszentmihályi Mihály Mihály pszichológus. Az egykori magyar kikötővárosban Fiumében született 1934-ben, majd tízes korában Velencébe menekült a családja. Gyermekként többször megváltozott a terület hovatartozása és államformája. Azokban a viharos években látott megtört, elszegényedett tömegeket, de ismert a kilátástalannak tülő helyzetben is derűsen élő, az éppen aktuális állapotot csak átmenetének tekintő családokat is. Mindannyiuk sorsa azonos volt, mégis teljesen másként látták a világot. Ez nem fért az ifjú fejébe. Akkor kezdett el azon gondolkodni, hogy mi teszi boldoggá az életet. Amerikai Egyetemi Évei alatt állapította meg, hogy nem a pénz boldogít. Kutatások szerint az emberek 30%-a érzi magát elégedetnek anyagi helyzetüktől függetlenül. Kreatív embereket, művészeket, tudósokat, sportolókat, üzletembereket kezdett tanulmányozni, hogy vajon miért teszik fel az életüket olyan tevékenységekre, amelyek végkimenetele bizonytalan. Rájött, hogy ez egyfajta extázis, a teremtés élménye, amely teljesen kiemeli az illetőt az egyszerű élet pillanatnyi állapotából. Munka közben spontán áramlat, flow ragadja el az embert. Megszűnik az idő, a szükségletek. Pusztán a cselekvés izgalmának öröme boldogít. Aki megtalálja a maga küldetését, megleli a boldogságát is. Csíkszent Mihály Mihály angol és olasz nyelvű publikációi alapművek a világ pszichológiai és üzleti irodalmában. Az Amerikában élő Széchenyi és Prima Primissima díjas professzor szoros kapcsolatot tápol a magyarsággal. Előadásaira Kárpát-medence szerte megtelnek a termek. A flu elmélet pozitív világát egyre jobban megismerjük és hasznosítjuk. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. készítette.